Tippeljétek meg, hogy melyik az a futballcipő, amiből a világon a legtöbbet adták el. Azt hiszitek, hogy az Adidas Predator, vagy éppenséggel az X az, akkor rosszul hisztek. Itt van mögöttem egy számláló, ami lassan 12 millióhoz ér. Ez itt nem más, mint a Copa Mundial apátok, nagyapátok kedvenc futballcipője. Megkérdezhetnétek azt, hogy miért ez a világon a legjobban eladott futballcipő, hiszen fekete semmi extra. Hát ezt hordják a bírók, a partjelzők, a szakmai stáb, és igazából mindenki, aki a tartóságot és a kényelmet kedveli. Hogyan készül is ez a futballcipő? Hát az első lépés az, hogy felkerülnek a kaptafára, illetve leválogatják őket jobb meg baloldalira, és így kerülnek fel a futószalagra. Következő lépés az, hogy a cipőnek a felső részét elkezdik kinyújtani, és még jobban ráilleszteni a kaptafára, nyomás segítségével egy tökéletes formát adnak neki. Ebben a dobozban van egy melegítő, itt előmelegítik a cipőt, majd utána jön egy még melegebb doboz, igazából majdnem már egy kazán, aminek a segítségével tökéletes alakot adnak a cipőnek, és így lesz extrémen puha a bőr, utána pedig elkezdik lehűteni, ugyanis jön a ragasztás. Mielőtt azonban megragasztják a cipőt, és ez semmelyik másik cipőnél nem jellemző, egy lézer lekezeli a bőrt, hogy tökéletesen sík legyen, illetve barázdált, hogy beleilleszkedjen a ragasztó, és tökéletes kötődést biztosítson. Ezért van az, hogy 4-5 éven keresztül is jó egy Copa Mundial. Mindjárt rákerül a cipőre a pap, de hát mi hiányzik róla, hiszen futballpályára fogunk menni. Hát a stoplik. Itt vannak a 9 mm-esek, a 10-esek, arra pedig a 14-esek, és ott tartjuk, hogy melyik stoplust használják. Értelemszerűen, hogy amúgy papnak az előső részét nagyobbak a stoplik, hátrafele pedig csökkennek, hiszen az a lényeg, hogy jól bele tudjunk kapaszkodni a földbe. Hogyan rakják rá a cipőre a talpat? Mindegyik különböző mérethez tartozik egy szerszám, értelemszerűen ez itt egy jobb lábas, valószínűleg 45-ös vagy 46-os szerszám, belemennek a stoplik egy gép segítségével, ragasztó, és utána jön a felső rész, nyomáshatásra összenyomják, és már majdnem kész is van a végleges Copa Mundialunk. Milyen is a talp, mielőtt amúgy a cipőre kerül? Hát ilyen granulátum formájú, és ez lesz megmelegítve, megolvasztva, és ez lesz a cipőnk talpa. Amit láthatunk itt, az a következő, már benne vannak a stoplik a szerszámba, és jön egy röccsöntök műanyag, belekerül a szerszám alsó részébe, és igazából a cipőnek a felső része rá van préselve, ugye a kaptak a segítségével, és kialakul a végleges tartónk, ilyen egyszerűen készülhet így van a cipő. Ennél a munkállomásnál történik, talán a legegyszerűbb része a cipőkészítésnek, bekerülnek a klasszikus szegecsek, itt vannak egyesével, bekerülnek a gépbe, és lézer pontossággal rakják őket a helyére, nyomás segítségével. Már majdnem az utolsó részhez, itt már csak csinosítják a futballcipőnket, van egy pici sorja, ezt leszedik, forrasztják, illetve adott esetben, hogyha hiba van, akkor azt visszafestik az eredeti fekete vagy fehér színére. Ez ugyan a kezemben nem a Copa Mundial, hanem a Kaiser, ugyanis a kettő között az a különbség, hogy ez az éles, és teljesen kézzel csinálják, ide rakják a cipőt, kifújják a stoppinak a helyét, és a következő állomáson belehelyezik a éles stoplista helyére. Mint látjátok, itt már belekerült a menetes anya, ugye ebbe lehet igazából a fém stoplikat belecsavarni, azt egy következő állomáson rakják bele, és ez a legjobb benne, ugye, hogy cserélhető. Elérkeztünk már ténylegesen az utolsó részhez, mint látjátok, itt vannak a stoplinak a kicsavarozói, ugye, amivel tudjátok cserélni, itt vannak a címkék, belekerült már a fűző, és igazából itt van a saját Copa Mundialunk, ami Amerikában megy, ez nem a miénk, úgyhogy kell szereznünk egyet. Még mielőtt megfognánk a saját fekete színű Copa Mundialunkat, ugye van egy csomó fajta szín, nekem személyesen ez a kedvencem, klasszikus fehér, rengeteg profi játékos forta, többek között amúgy Zidane is, még a predátoros korszak előtt ilyenbe tolta, de igazából minden nemzet számára van saját szín, most már ideje lenne amúgy egy magyar is, nem? Ahogy mondtam, most már csak meg kell találnunk a saját Copa Mundialunkat a saját méretünkbe, így dobozolják a cipőket, és igazából utána már mennek is szállításra a világ bármely tájára, mint ahogy mondtam a videó elején is, a legtöbbet eladott futballcipő az ez. Nekem még nincs belőle, de most ideje kérni egyet. Itt vagyok már Magyarországon, kezemben az Adidas Copa Mundiallal, és le fogjuk tesztelni, és ez az a pillanat, amikor most megfogtalak. El akarod kapcsolni a videót. És tudom, hogy miért. Igazad is van, hiszen kit érdekel egy 45 évvel ezelőtt megjelent futballcipőnek a tesztje, amit bárhol meg tudsz vásárolni. És tudom, mit igazad van, viszont mondok róla neked olyan érdekességeket, amitől eldobod az agyadat. Kezdjük az egészet azzal, hogy ha az Adidasnál most megjelenik egy futballcipő az Európa-bajnokság előtt, akkor egy héten belül már mindenki pontosan tudja,
hogy hány gram az adott cipő, kik a játékosok, akik hordják, sőt, igazából tele van vele az egész közösségi média. Viszont régen ez nem így volt. Gondoljatok bele, nem volt TikTok, nem volt Instagram, nem volt YouTube, sőt, nem volt internet, sőt, nem volt nagyképernyős tévé, nem volt LCD, lapos tévé, OLED tévé, semmi nem volt, hanem kis képernyős tévéken nagyon rossz minőségben nézték apáink, nagyapáink azt, ahogy Franz Beckenbauer lábán 1979-ben először feltűnik az Adidas Copa Mundial. Számomra a legnagyobb sok hatást az okozza, hogy ezt a futballcipőt nem a nagy torna előtt egy héttel, vagy mint az F50-es 2006-ban két hónappal, hanem a torna előtt 3 évvel mutatták be. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy a világ minden táján tudják azt, hogy ez bizony az Adidas Copa Mundial. Ezért úgy döntöttem, hogy a manapság elképesztően felgyorsult világot én most le fogom lassítani, és csinálok egy olyan Adidas Copa Mundial bemutatót, minthogyha a 70-es évek végén lennénk, a magyar televízió képernyője elé leül a faterod, én pedig megjelenek a képernyőn, és elkezdem mondani, hogy szép jó napot kívánok önöknek, üdvözlöm a labdarúgás kedvelő urakat és a futball szerető hölgyeket egyaránt. Én Lipták Zoltán vagyok, a mai nap műsorvezetője, és engedtessék meg, hogy bemutassam önöknek a futball legújabb csodáját, amelyet a német sportszermárka gyártó az Adidas bocsájtott rendelkezésünkre. Ez nem más, mint az Adidas Copa Mundial. A német precizitásnak hála és a kengurubőr felső résznek köszönhetően mostantól labdarúgó cipőnk nem csak hogy kényelmes, hanem bizony könnyű is. Korábbi tapasztalatainkat felhasználva új, innovatív, korszerű talpfröccsöntési technológiát fejlesztettünk ki, annak érdekében, hogy még strapabíróbbá tegyük a futballcipőt. Mostantól a stoplik integrálódnak, beágyazódnak a fröccsöntött talpba, ezáltal 99,9%-os bizonyossággal állíthatom azt, hogy soha nem törnek le a talpról. A mi álmunk, a te álmod is. Szeretnénk, hogyha te is profi labdarúgó lennél, ezért számunkra mindig is a minőség lesz a legfontosabb, ezért garantálom önöknek, hogy a következő 50 évben is ez a futballcipő Németországban, német minőségben fog készülni, az Adidas Scheinfeldi gyárában. Ugyanakkor tudom, hogy ott hölgyem, illetve futball szerető uram mire gondol, hogy ez fekete és fehér futballcipő, nekünk pedig kellene már valami színes, hiszen szeretnénk mi is új szint vinni az Európa-bajnokságba. Ezért itt van, csak most, csak önöknek az Adidas Copa Mundial egyedi magyar piros-fehér-zöld színösszeállítása. Hey, ez mexikói színösszeállítás, nem mondjál ilyet! Én úgy gondolom, hogy Magyarország és Mexikó MM kezdőbetűvel igazából olyan, mintha a miénk lenne, tehát nem változtat a tényen, hívhatjuk ezt magyarnak, viszont most visszaadom a szót 2024-be a rendes Lippinek. Sziasztok újra! Őszinte leszek veletek, amikor először megkeresett minket az Adidas azzal, hogy van lehetőségünk kimenni a gyárba, megnézni, hogy hogyan készül a Copa Mundial, meg egy másik limitált kiadású futballcipő. Annyira nem voltam elragadtatva, mert igazából egy Discovery Channel-es hogyan készült videónál ebben nincsen több. A kemény mag itt a képernyő mögött valószínűleg tudja azt Instagramról vagy a korábbi videóból, hogy én géptervező mérnökként végeztem, és 3-4 éven keresztül dolgoztam a szakmába, és mellette csináltam a Freestyle FC-t, Freestyle focit. Dolgoztam gyártósori operátorként is több hónapon keresztül, hogy a saját magam által tervezett képet tökéletesítsem. Úgyhogy elég jó összképen van arról, hogy milyen egy magyar gyár, de ehhez képest az Adidas gyár a gyerekek, itt van az égben. Minőségben is, munkakörnyezetben is, meg gyerekek az a büfé. Olyan kaják vannak konkrétan 600 forintért, akkora adagot kapsz, egészséges kaját, egészséges innivalókkal, hogy az valami elképesztő. Úgyhogy ha a sors nekem azt adja, hogy én gyártósori operátor leszek a következő 20 évben, akkor remélem, hogy ebben a gyárban leszek, mert nagyon király úgy foglalkozni futballcipőkkel, hogy azokat a legnagyobb sztárok fogják viselni, vagy a leggyűlöltebb bírók, mert hogy bizony ezeket a cipőket többségében a bírók és a partjelzők hordják. Én remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, ne felejtsetek el szokásosan feliratkozni, hogyha még nem tettétek meg, illetve nagyon sokan írjátok, hogy legyen Adidas Magyarországos Beckenbauer set, meg értelemszerűen Copa Mundial is. Most még nincsen, de ne aggódjatok, intéztem, remélem, hogy a következő világbajnokságra, a 2026-osra, amire 40 év után fogunk kijutni, bizony lesz már ilyen egyedi Magyarországos Copa Mundiális. Lippi voltam, klasszikus elköszönés. Na sziasztok!